Tehát nekem mindig kellett használni a humoromat. Tehát mindig nekem jó is megnevettetni a hölgyet, akivel vagyok. Tegnap is például tanultam szöveget, és nagyon este tanulok. És akkor tudom, hogy szereti a kedvesem, van egy, az egyik kedvenc szerepemből van egy ilyen Napóleon sapka. És azt így fölveszem magam, és azon mindig nevet. És akkor egyszer látom, hogy így ücsörög, és most egy picit megnevetett. És akkor fölvettem, és akkor úgy elkezdtem neki a tragédia szöveget olvasni, és úgy nevetett, mint egy gyerek. És akkor így ilyeneket. Tehát vagy a humort azt mindig használtam, mindig dolgoztam abból. És ez nagyon fontos a lányoknál, a humor. Hát Marilyn Monroe mondta azt, hogy ha meg tudsz nevettetni egy nőt, bármire rá tudod venni. Igen. Szerencsére, hogy nem találkoztunk. Viccelek. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl, mai vendégem Elek Ferenc, Jászai Maridíjas színész, a Budapesti Katona József Színház tagja. A főiskola után azonnal a Katona József Színházhoz szerződött, amelynek azóta is tagja, rendszeresen vállal feladatot, független alternatív társulatokban is. Tizenévesen feltűnt a Szomszédok című sorozatban, és azóta is sokat foglalkoztatott filmszínész. A 2010-es filmszemlén a legjobb férfi főszereplő díját vehette át, a Köntörfalak című filmben jutott alakításáért. Szerepelt többek között a Bujék, a Pesti Balhé és a Zárójelentés című filmekben. Mielőtt Elek Ferenccel kezdenék beszélgetni, hallgassák meg a műsor fő támogatójának rövid üzenetét. Digitalizáció felső fokon. DMS van. Mint ahogy azt már megszokhatták, a műsor elején mindig átnyújtok szertartásosan egy papírt aktuális vendégemnek, és ezen a papíron kifejezések, fogalmak szerepelnek, valamennyi aktuális vendégem életének egy meghatározó aspektusára, történésére, idézetére, szereplőjére utal. Én azt gondolom, hogy meglehetősen rejtjeles módon tálalva, azok kedvéért, akik csak hallgatnak, de nem látnak bennünket, felolvasnám, mely kifejezések közül választhat Elek Ferenc. Csillagok között. Különleges képesség. Árnykép. Mi a baj vele? Feloldozás. No man is no man. Figura les. Idő előtt. Fejébe száll. Mitől más? Kell ez a hely. Tartóoszlop. Magamat kigúnyolom. Melyik lennél? Hadd nézzek fel rád. Na ott mi van? Mikor? Élet vagy alkotás? Azt a mindenit. No. És ez mind rád vonatkozik. Akkor olyan? Jó. Oké, hát bármelyik lehet. Idő előtt? Az idő előtt a te egyik szerintem gyakran előkerülő szorongásodra utal, mert hogy az interjúkban időnként azt emlegeted, hogy te attól félsz, hogy téged elunnak, vagy elfelejtenek. Te ezen tényleg szoktál gondolkodni? Persze. Szerintem minden normális alkotónak van egy ilyen félelme, legalábbis az, hogy elkezdi magát ismételni, vagy elkezd egy olyan utat bejárni, ami hogy mondjam, hogy túlságosan egyenes, és nem csak, hogy megunják, hanem ő maga is megunja magát. Te jártál már így? Kaptad magad ilyen? Én úgy vagyok, hogy persze. Hát hiszen nagyon sokáig ugyanolyan szerepekben dolgoztam, mondjuk kevésbé színházban, filmben azért inkább, és hát például filmnél azért nem olyan lehet, tehát az ember kap egy filmszerepet, akkor csak én voltam az adott ügyeletes lúzer, vagy valami színházban, ezt elég hamar kinőttem, mindig kértem a szerződtetési tárgyaláson, hogy most már úgy szeretnék, most már úgy másfajtát, és akkor jön az jön, és tényleg jött. Tehát jött egy időszak, amik ezeket így szépen kinőttem. Filmen nagyon zavart? Én nagyon szeretek filmezni. Tehát a filmezésnél plusz rájön egy ilyen, most túl az, hogy az ember pénzt is keres, amit ugyancsak nagyon szeretek pénzt keresni. De
rájön egy izgalom attól, hogy ez egy olyan terület, amit mondjuk annyit nem annyit csinál mondjuk, és akkor ott elkezdesz valahogy máshogy dolgozni. Nem tudom, érthető-e. Tehát, hogy akkor jó, de akkor itt most egy picit más tudsz megmutatni, mert mégiscsak film. De amikor te elkezdesz ezen aggódni, vagy elkezdtél, az hogy néz ki? Mondogatod is a környezetednek, vagy belül örlődsz leginkább? Én belül örlődök, és aztán mondogatom. Talán kollégáknak is? Ahol érem. De persze, de azt hiszem, hogy javulok. Javulok már egy csomó mindenben. És ez minek köszönhető? Ez a kor, vagy dolgozol rajta? Dolgozom rajta, bár ezt a mondatot, ezt rettenetesen nem ezt dolgozom rajta. Tehát ez az egész tényleg egy meló. Igen, akkor onnan indulok. Belefér, hogy ilyeneket messziről? Bármiről. Hogy most például volt novemberben egy hasnyálmirigy-gyulladásom, és azt megelőzte, még ugye a pandémia alatt én nagyon megijedtem, hogy mi a fene lesz a szövegekkel, hogy fog ez menni. Nagyon sok kollégámnak ilyen problémája volt, és én együtt dolgoztam, meg kell dolgozom is Pokor Niliával, aki ajánlott nekem egy fantasztikus neurológust, akihez elmentem, Donnerwehr doktor úr, semmi baj nincs a fejemmel, azt mondta, egész egyszer nem tudok lazítani, meg kell tanulni lazítani. Tehát az a fő, te mindig attól félk, valami ott kipattan a fejembe, és akkor így sztrókot kapok. És azt mondta, nem ez a probléma, azok nem tudok lazítani, egész egyszer valami olyat kell találni. És ő nekem ajánlott egy jóga oktatót, aki megtanítja ezt a fajta technikát, hogy hogyan tudnék lazítani, és ő nagyon nem ért el, viszont ajánlott egy srácot, Rónai Robertet, akivel, mint kiderült, együtt jártam színművészetire, ő dramaturg szakra járt, én pedig színész szakra, és akkor én elkezdtem hozzájárni. Na most ezáltal megtaláltam ugye, ahogy elkezdesz ilyenekkel foglalkozni, elég egyre több ilyesmit egyszerűen bevonzol. És találtam YouTube-on egy csodálatos szellemi vezetőt, ha így mondhatom. Fülöp Sándor a neve, egyébként Gunnar Griha, nem tudom mennyire, és nagyon sokat hallgatom, és most nekem ez nagyon jó. Tehát azért furcsa nekem tud azt hallgatni, hogy szorongás meg, mert természetesen szorongok, de egy csomó minden már máshogy látok, hogy esetleg ezekben az interjúkban, vagy esetleg régen, amikor beszéltünk, akár nálad is, máshogy képzelek már egy csomó mindent. Mondasz egy példát, ami mondjuk gyökeresen eltér attól, ami korábban volt? Tehát ez az Elek Ferencben nagyon más, hogy viselkedik, látod. Vannak visszaeséseink. Tehát olyan, amikor nagyon megijedek, hogy úristen, most hogy fogok, mondjuk, ha elveszítem azt, ami mondjuk a legeslegfontosabb, hogy nem foglalkozhatom a színészettel. És akkor ugye ez az első, hogy megkérdezhetem, de miért nem csinálhatnám? Hát hiszen most mitől ne? Tehát egy csomó minden olyat a fejembe raktam, amitől tényleg szorongok. De ha megvizsgálom, hogy ennek most mennyi a realitása, akkor rájövök, hogy ennek nagyon kevés. Ugyanaz. De volt ennek valaha valós realitása? Hát ennek így a fejemben igen. És az az, amit elintézünk a fejünkben, vagy én elintéztem a fejemben, azok a legdurvábbak. Annak a 90%-a nem létezik, amit a fejünkben elképzelünk és félünk. Tudod, a nyuszik, amikor kimegy az erdőbe, ő ott kajál, eszik, jól érzi magát, jön a farkas, megijed és elfut. És másnap is kimegy. Vagy sikerül, vagy nem, de kimegy. Én úgy vagyok, vagy úgy voltam, és az emberek is úgy vannak sokszor, meg is sem megyünk, mert hogy elkap a farkas. Tehát egy csomó mindent egyszer előre betáplálunk a fejünkbe. Ebben például már változom, és dolgozom rajta. Ugyanez ugye egy szegény családban nőttem fel, vagy hirtelen lettünk szegények, ezért mindig volt egy ilyen félelmem, egy ilyen anyagi félelmem, ezért mindig is túlbiztosítottam magam. Tehát tartalékoltál? Tartalékoltam, vigyáztam a pénzre, amikor tudtam, és megengedhettem magamnak, akkor vettem ingatlant. Tudod, tehát, hogyha most belegondolok, hogy nem lennék most olyan nagy bajban, hogyha mondjuk pár hónapig nem dolgoznék. Tehát ettől is féltől mi van, egyszer elapom? Rettenetesen. És ezeket most már látom, hogy mi az, ami reális, és mi az, ami nem. És tényleg azt érzem, hogy ezt én fejben intéztem el magamnak. Köszönhetően a mesterednek.
Igen, de olyan jó, mert nem is tud róla. Tehát, hogy... Jó, hát, nem is tud róla, hogy... Nem, hogy tud róla. Hát voltam egy ilyen, persze. És ezt tudod milyen, hogy egyszer csak megjelenik valaki, és nagyon sok ilyet hallgatsz, vagy, és egyszer van egy, ne neki hiszek, és valami először tudta elmagyarázni egy ember nekem olyan egyszerűen, hogy mi történik, hogy ez felszabadító, és így folytak a könnyeim, amikor hallgattam. És ez azt jelenti, hogy ez igazi, itt valami igazi történt. Meg tudod rikatni egy-egy előadásával? Meg. Amikor például nagyon sokat járok a gyógyfürdőbe, és amikor ugye az Istenről beszélt, és ott gondolkodtam, Isten, és azt mondom, mindig azt mondom, hogy Istenem. És akkor hát Istenem, soha nem azt mondjuk, hogy Isten segíts, Istenem segíts. Tehát ez bennünk van. És ez számomra egy olyan nyugalom, hogy az maga a lelkünk. És minél többet fordulok oda, és nyugtatom meg magam, meg maradok csöndben. Csak ezek a szók, hogy meditáció, meg spiritualitás, tudod, ezek ilyen szitokszavak, ezért nem is használom. Már milyen értelemben szitokszavak, hogy bizonyos emberek esetében van? Igen, mondod, hogy most jogázol, vagy meditálsz, vagy valami. Valamelyik nap a kedvesem rám nyitott a teraszon, csak ben volt húnyva a szemem, és mondta, hogy olyan szépen ültem. És, de ezekről nem lehet annyit beszélni, mert ezeket csinálni kell. De azt elmondom, hogy ez egy nagyon, nagyon jó út, és nagyon sokszor visszaesel, és gyakorolni kell, és csinálni kell. Visszaesel a szorongások örvényében? Persze. És az csak a fejemből van, ez csak a fejemből jön. De ha már a szakmát említed, nekem úgy kívülről úgy tűnt, hogy nagyon egyenes vonalú volt a pályád. Igen, nagyon, nagyon szerencsés vagyok. Az egy nagyon jó start, hogy harmadikra vettek fel a színművészetire, hogy Zsámbéki Gáborhoz kerültem. Hogy nagyon jó tanáraim voltak. Tehát minden, és most itt jön az, hogy szerencse. Persze, mi ez, dehogy is. Engem harmadikra kellett, hogy fölvegyenek. Nekem az Iglódi Istvánnál kellett, hogy pár szerepet eljátszak a Nemzeti Színházba, akkor Nemzeti Akadémián, és akkor ő egy pár szerepbe berakott engem magához. Most már ezekben így, tehát én ezt most még mindig a régi szóhasznát a szerencsének hívom, de természetesen ez egy út. Inkább az a nem szerencs, hogy azokat a nem igazán sikeres időszakokat ki, hogyan dolgozza föl. Neked volt olyan periódus, amikor úgy nagyon nem láttad? Hát hogy a fenében. De közben meg mindig mögöttem volt a színházam. A Katona Jó. Tehát, hogyha így most visszagondolok, akkor mindig biztonságban voltam. De ugyanakkor megbelülhet a kételkedés. Ki tudok ebből törni, fogok-e még olyat játszani. Még mindig éreztem, hogy igen, és tudok férfiakat is játszani a fenébe is, nem csak a kis. És akkor elkezdtek jönni a szerepek. Te játszottál te korán férfit, nem? Persze. Fösvénybe voltál, hát, ami nem annyira persze. Te alkatodnak volt. Képzeld el, hogy az csodálatos volt, persze. Tehát ezért is van, megint ezt a szót kell mondom, szerencsém, vagy boldogságom, hogy például színművészetén a Zsámbéki Gábor, ő mindig azon dolgozott, hogy egy kicsit az alkatom ellen is menjek. Hát Hamletet akart neked adni, ugye? Nem. Én egy Hamletet játszottam egy rendező vizsgában, és akkor mentem oda hozzá, hogy tanár úr, most fölkértek engem a Hamletre, hogy mehetek én, hát a Hamlet az egy feketébe jár, mindig szép férfiak játszák, okosak, műveltek, stb. És mondta, hogy nem ez a lényeg a Hamletnek. A Hamletnek az a lényeg, hogy akár a barátunk is lehetne. És akkor mindent megértettem. És egy csomó ilyenem volt például a Gáborral kapcsolatban, amikor megértem. Például itt a Fösvényben, ugye, hogy ezek a Molière-i szerelmesek. Mondtam, és akkor megtudtam, hogy én át fogok venni egy szerepet a Fösvényben, a fiát. Isten nyugasztaljon, Péter játszott a Árpagont, és akkor, hogy de hát azokat mindig szép fiúk, szép lányok, csak ezt mondta, nem ez a lényeg, ott egy felnövés történet van, hogy mire végére érnek, addig ez a két testvér, ők felnőnek. Tehát ő mindig meg tudja úgy magyarázni, hogy mitől lesz, egy nem egy buta szerelmesek lesznek, hanem ott valami igazi történet bontakozik ki. Azt mondod, hogy szeretnél volna sokáig
férfiakat hát játszak. Ne csak olyat, hogy ja, ez a nyűnyű-műnyű, egy idő után kifogysz az eszköztárból, hogy jaj, de aranyos, jaj, de kedves, és akkor ugyanakkor meg bennem van egy agresszió is tud lenni, egy elfojtott agresszió, amit a színpadon tudok használni, vagy inkább energia, vagy valami olyan, amitől én azt érzem, hogy oda kell szólni, most ott egyenesen kell fogalmazni, és akkor ezt már tudom használni, és akkor olyan, ugye van egy ilyen feje az embernek, vagy nekem van egy fejem, ami ilyen, jaj, még kis aranyos, kedves dolgokra predesztinál, és akkor lehet azt is, hogy jó, de azért ott van ebben az emberben más is, és akkor ezt így elkezdték használni, és az nagyon jó. Na, válasszunk kérlek egy másik kifejezést. Szóval, ha nem vagyok érthető, ugye? Teljesen érthető. Okay. Jó, tartóoszlop. Tartóoszlop a te édesanyádra vonatkozik, mert hogy ti vele nőttetek fel, vagy te vele nőttél fel. Igen. És ugye ezt úgy kell elképzelni, lévén, hogy a te apukád a te születésed előtt elment, ugye? Igen, igen, akkor. Hogy ti egy ilyen nagyon szoros szimbiózisba éltetek, és ő volt a te mindened? Igen. Persze, hogy... Anyukám, hát még a nővérem, ugye édes nővérem van, akivel együtt nőttünk fel, és van két féltestvérem, tehát három lány van az én életemben. Két féltestvérem, ők más-más apukától. Ezt egyszer lenyilatkoztam, és akkor anyukám nagyon megbántódott, hogy hányszor nősült, és, vagy hányszor házasodott, és akkor ez nem, édesanyám nem érdene, ezt szeretném is hát ezt megtartani. De ők más-más apukától származnak. Az édesnővérem, a Szilvia, viszont együtt nőttünk föl, és hát anyukánk volt. És akkor volt két nevelőapapám, tehát az igazi apukámat nem ismertem, volt két nevelőapapám, az egyik... Sándor, ő olyan volt, az ő nevét viselem egyébként, Elek Sándor. Amikor anyukám megismerkedett vele, és akkor én már úgy nőttem fel, olyan volt, mint hogy apukám lett volna. És akkor 8 éves koromban ott történtek szörnyű dolgok, akkor ők elváltak, és akkor lett még egy nevelőapapám, és akkor ő pedig meghalt. Vagyok túl szerencsés apukák tenén. És akkor így mondtad, hogy nem... Anyu tartotta mindig a frontot, hogy úgy mondjam. Hogy nem is gazdag családból származol. Tehát nektek be kellett azért osztani mindig mindent? Be kellett. Fura volt, mert ugye anyukám a nagymamámnál dolgozott, ő virágokat árultak, és volt egy üzletük a Budafoki úton, egy kis virágüzlet, még mindig ott van. És akkor nagyon jól ment a virág, ez a 80-as évek eleje. És akkor ugye az első nevelőapapámat ki kellett fizetni, amikor elváltak. Nem tudom nagyon, hogy történt. És akkor ebből anyukám kikerült, akkor elkezdett takarítani, de ugye elkezdtünk, egy kisebb lakásba költöztünk a Király utcába, és hát ott volt egy kis lejtmenet. Igen. Te érezted gyerekként? Nem. Anyukám volt, hogy éjszaka is elment takarítani, hogy el tudjon minket tartani, de az igazi apukámtól nem fogadott el pénzt. Miért? Nem tudom, mondtam neki, hogy szerintem jól csináltam, mert akkor shillingbe kaptuk volna a gyerektartást, de így nem kapott semmit. Ő azt mondta, hogy elment, akkor elment. Azt lehet tudni, hogy miért ment el? Nem, szerintem anyukám is, közte. Ez az ő élete. Én sok mindent nem értettem, mert ugye nekem lett egy nagyon édes kisfiam, és akkor én ugye azt nagyon sokáig azért nem is nagyon tudtunk elválni, mert mindig azt gondoltam, hogyha nekem lesz egy fiam, akkor nekünk azt egy családba kell maradni, és stb. Stb. Mert hogy az nem történhet meg, ami velem, hogy esetleg apa nélkül nőjek föl, és akkor ez úgy alakult később, hogy mégis szétváltunk, és hát nem egymást, tehát hogy egymástól váltunk el a gyermekem mamájával, de nem a gyereket hagytam el. Ez a Rasbúr Jenőnek köszönhetem egyébként, ismertem a lányát, aki
aki mondta, hogy menj el az apukámhoz, mert ő nagyon kedvelt téged, és segíteni fog. Mert én nagyon szeretem a gyermekem mamáját, a mai napig nagyon szeretem Editet, mint embert, de nem tudtunk együtt élni. És ettől már nagyon szenvedtünk. És akkor elmondta a doktor úr, hogy attól, hogy mi szétmegyünk, attól nem a gyereket hagyjuk el. És akkor én ott megértettem valamit. És akkor messziről mentem, de ide visszakanyarodom, hogy akkor én nem értettem, hogy aztán, amikor később találkoztam az igazi apukámmal, aki képzeld el, hogy nagyon sok, mert ő egy buszvezető, aki egy buszvállalata volt, ilyen pár busszal, és akkor járt ide Bécsből, és akkor mindig a katonánál, akkor már színész voltam, kim voltam fényképe, és mondta, hogy ott együtt fotózkodott az a korabeli szelfivel a fényképemmel, és akkor mondtam neki, hogy de tapu, a jóisten áldjon meg, hát bejössz a hátsó bejárathoz, és ott élőbe találkozhattunk volna. Miért nem ment? Nem tudom. Nem haragszom rá. Ő amikor olyan jó, hogy megismertem, mert valahogy, amit mondtál is, és hogy innen indultunk ki, nekem anyukám mindent megadott. És valahogy nem volt ilyen hiányom, vagy nem volt külsődleges, vagy feltűnő hiányom abban, hogy nincs apukám. De menet közben azért csak hiányzott. Nagyon kerestette az apaképeket. De az, hogy azt mondták, hogy na most akkor a vér szerint, tehát hogy azt keresem, de sosem tapicskoltam abból, hogy nincs apukám, és akkor ez így a később meg már aztán végképp nem rócsóztam, amikor megértettem azt, hogy ennyi volt az életemben az igazi apukám. Világra jöttem, ezt neki köszönhetem, életet adott, és kész, és nincs vele több dolgom. De azt megkérdezted tőle, hogy miért ment el a születésed előtt? Igen. Mondta, hogy anyuval nem jöttek ki, meg a nagymamámmal. De hát ez nekem, tudod, én akkor magamból indultam ki, és tök jó, hogy visszakérdeztem, hogy én indultam másfél órával előbb, hogy kérdeztem, hogy de hát én tőlem a Marcit, ezt nem tudnád, tehát nincs az a senki, aki nem másznék át, nem tudom. Tehát, hogy és akkor mondta, hogy ő nem. És akkor megértettem, nem tudta jobban csinálni, és kész, nincs ezzel semmi baj. Nincs ez esemény. Igen, de amikor leültetek egy gyors étterembe. Ja, akkor az úgy, akkor találkoztam vele először. És akkor megint 87, nem láttátok. Akkor nyílt ez a híres gyors étterem, és akkor a nővéremmel, Szilvivel voltunk. Tehát ő nagyon kikészült, mert ugye akkor is az volt, hogy mondta, hogy majd, hát ez volt valamikor október, és mondta, hogy majd karácsonykor kivisz magához minket. De nem mondta, melyik karácsonykor, úgyhogy nem vitt ki minket, és akkor emlékszem, karácsony volt, és akkor nagyon várt a nővérem, hogy megyünk el, és nem mentünk. És akkor volt egy szám, amit fölhívtam, és akkor németül karattyolt bele valaki. És akkor megértettem. Szóval semmi, hogy nem fogunk vele találkozni. És akkor később kint is lett apukámnak egy kisfia, meg egy kislány, és a lánya Nicole, ő elintézte, mert apu nagyon beteg lett, hasnyálmirigy, rák vagy valami ilyesmi volt először, amiből kijött, és később aztán meghalt. Ezért is félek én ezektől egyébként. És akkor az első után a Nicole felvette a kapcsolatot, és akkor összehozott minket. Gyakorlatilag. Már apukáddal? Persze, apukámmal. A már nagy beteg apukáddal? Igen, de akkor pont köztes volt. Tehát kijött belőle, tehát nem az volt, hogy most ő betegen ránk akar, soha nem akart. Tehát ez például nagyon soha nem akart ránk akaszkodni. És akkor ez volt a második találkozom vele. Megbeszéltetek ti mindent? Elmentünk, párszor találkoztunk, és nem volt olyan izgalmas. Tehát annyira... Tehát az első nevelő apukám, meg a második, az nekem sokkal jobban az apukám volt. Például Elek Sándor, akitől a nevemet kaptam. Fura, mert a családja még mindig azt hiszi, hogy ő az én igazi papám. Ez nem is tudom, hogy ez hogy alakul, de rám írtak többször, hogy miért mondom interjúkban, hogy nem ő az apukám. Tehát valószínűleg otthon is, vagy ezt mondta. Nem tudom, nagyon fura, de nem ő az. De teljesen mint, hogy mit mondok, mert nekem ő olyan volt, mint, tehát nem a vér szerinti papám, de olyan volt, mint apukám lett volna. Miközben nem volt problémamentes a viszonyatok vele? Nem, mert megbolondult a 8. évben. Elkezdett nagyon inni, és akkor durva dolgok történtek. Nektek menekülni kellett többször. Ez így történt, igen.
És mégis ilyen szeretettel gondolsz rá? Igen. Igen, mert emlékszem, amikor hentes volt, és mentünk vele például vidékre, és akkor én ott ültem mellett egy nagy terautó volt, és egy ilyen nagy, hatalmas benzintartály volt ugye a két ülés között, és mindig ott ültem, közép az meleg volt, és emlékszem a hús illatára, meg nagyon szeretettel volt velünk, és aztán megbolondult. Ez is, a szeretem az italt, én láttam, hogy mit művel. Másik nevelőapámnak is gondjai voltak az itallal. Mind a két nevelőapád? Mind a kettőnek, igen. Uh-huh. Őre is szeretettel gondolsz? Igen, abszolút. Nincs benned harag? Hogy nincs. Ez máshogy is alakulhatott volna? Nincs. Nincs harag. Nincs harag. Azt mondtad egy interjúban, hogy neked kódolva van benned a félelem és a menekülésre készség. Igen. Tehát igen. Ezről azért valaki tehet, nem? Figyelj, most azt mondom, hogy én ezt tudom, mert én így vagyok most ezen a világon, ennek így kellett történnie, és én ebben hiszek, pláne most, hogy ez az én megoldóm, tehát nekem ezeken felül kell lennem. Igen, ez megtörtént, ezen már nem rocsózunk, nem is tettem, hál' Istennek soha, de ezt én tudom, nem is gondol, de most mivel lesz jobb, hogy azt mondom, hogy igen, ettől van a túlzott tekintélytiszteletem, vagy attól, hogy megijedek, vagy megijedtem pontosabban régebben, hogyha mondjuk erősebben rám szólt egy általam nagyra tartott ember, és akkor összeestem, hogy úristen, na most akkor vége a világnak. És nyilván innen indul ki az egész. De ez azért van, hogy én megtanuljam, hogy igen, innen jöttem, de ez azért van, mert ezt nekem meg kell oldani. Tehát nem, semmi nincs, amit ne én akartam volna. Amit nem te akartál volna. Ez hogy érted? Szerintem ez így működik, hogy mi választjuk a sorsunkat? Igen. Remélem, hogy nem ölnek meg ezért a hallgatók, és nem is bolondultam meg, de elég valószínű, hogy mi írjuk. Arra te rájöttél, hogy miért volt neked erre szükséged? Tehát miért kellett egy ilyen nagy puttonyat? Mert most ezt kell megtanulnom ebben. Szerintem ez egy tanulás. Most ezt kell megtanulni. És mindent megkaptam hozzá. Amivel én tudok élni. Hát ugye van ez a fantasztikus hölgy, aki ugye most lement 6 percig, buta vagyok, elfelejtettem a nevét, de nem büszke vagyok rá, ugye ez a és tudod, hogy... Fatima. Igen, és ő beteg volt. Igen. Na, és egyszer csak pillanat azt mondta, na, gyerünk, nekem az utam, és csinálja. Nem gondolkodtunk, hogy onnan, vagy hány olyan ember, aki nagyon rossz helyről, és sokkal több erőt kapott ahhoz, hogy végig csináljon valamit. Tehát ez egy hajtóerő? Hogyne. Mindig. Mindig az volt. Például attól, hogy kevesebbet képzeltem magamból, mindig azt éreztem, hogy nekem sokkal többet kell azért melózni, hogy sokkal többet kell kopogtatnom. Már rég nyitva van az ajtó, de még mindig kopogtatok. Te kinél? Hát az életemben mondjuk, hogy elfogadjanak, vagy azt gondoljam, hogy itt most fogadjanak el, és ez mind ebből van. Ebből ilyen túlmozgásos voltál? Igen, de ettől a bizonytalanságtól, meg attól, hogy csak mondom, félve mondom ezeket, mert már ezen már átlátok, hogy mi az, amitől nem félek, hogy elhagynak. Tehát akit egy anyuka pocakjába elhagynak, nagyon pici korában, az természetesen fél. Akit kicsit idősebben is elhagynak megint, az természetesen fél attól, hogy elhagyják. Aztán harmadszor is elhagyják, vagy úgy alakul az élet, hogy harmadszor is elhagyják, akkor nem biztos, hogy azt gondolja, hogy ő teljesen szeretetre méltó. Tudod? Na most ez a hülyeség. Mert ő szeretetre méltó. Ez nem rólam szól. Vagy ami rólam szól, az a része, hogy így kell tovább menni, és a Marcikát sose hagynám el. Úgyhogy ennyi. Ha már csak ezért megért, hogy engem elhagytak, hogy én tudom, hogy soha nem hagynám el. És egy olyan mamát választottam, még választottuk egymást, akiről tudom, hogy soha nem hagyná el. Mennyi idős most Marci? Marci 17 éves. Hát akkor ő már felnőtt ember lesz. Hát felnőtt férfi, persze. És vannak ilyen apa-fiú programjaitok? Vannak, de hát most egyszer alig találom meg, mert teljesen elsodorta a fiatalsága. De majd összekapom. De belelátsz az életébe. Hát persze. Hát... De tudsz keménykedni? Te tudsz szigorú lenni? Hát, na. Hát nem. Rettenetesen bénán
Múltkor már volt egy kis, amikor megint nem beszéltünk, nem tudom, 8 napig, és akkor 9 nap, és akkor hívott, és pont átmentünk ezen a butaságon, ezen az apák napján, és azért hogy mindenkit hallottam. Ó, ez fölhívott a gyerek, beszéltünk a gyerekkel, ó, most a gyerek, és engem a kisfiam nem hívott föl, és akkor rá pár napra fölhívott, és akkor valamire kellett szegényként meg pénz, és azt mondtam, hogy Marci, nem. Nem, mert én úgy, és akkor nem ment ez a bar, és akkor letettem, hogy mit művelsz te barom? Hát ez egy hülyeség. Hát nem hív. Hát kész. Ezt nem tudom, mert ilyet mondtam neki, hogy nem akarom megvásárolni a szereteted, de baromságokat mondtam neki. Ilyen sértettség, és végig gondoltam, hogy hülye, és akkor fölhívtam, hogy jó Marci, ezt odaadom neked, mert erre most szükség valami hülye számítógépes alaplap, vagy mi a fenéje ment ki. Odaadom ezt a pénzt, de ezt majd meg kell nekem adnod, mert ezt én most nem úgy adom, hanem úgy adom, mint kölcsön. És nagyon-nagyon jó fej a Marci, jó fej fickó. Jár színházba, lát mindenben? Ő látott már Pátorokban, igen. Ő mifelé indult el, vagy indul el, lehet már látni? A 17 évesen még nagyon sok minden lehet. Nem, még talán nem tudja, nagyon sokat számítógépezik teljesen. Még nem tudja. Hát egy ilyen jó kis gimnáziumba jár, remélem, hogy majd ez valahogy kialakul. Én azt mondtam neki, bármit csak szívből csinálja. Mint a színészetet. Igen, de nekem nagyon nagy mákom volt. Tehát kiskoromtól kezdve bármi, tehát az, hogy annyi fajta szakmát akartam csinálni, tehát szemetestől kezdve a mentőség, az mind a színészettel volt összekapcsolható. És az, hogy nekem a gyerekkori osztálytársam, a Polgár Andinak a papája, Polgár András írta a szomszédokat, aki akkor engem kinézett, és hogy kell neki egy kis kövér gyerek a szomszédokba, aki az Anitának egy jó barátja. Ábel Anitának, bocsánat, jó barátja, így kerültem be a szomszédokba. Előtte Nemzeti Színházba úgy kerültem be, hogy kijöttek a színháztól, ugye az ott van a Hevesi Sándor téren, ami most Magyar Színház, régen Nemzeti Színház volt, és a Fizikusok című darabba kerestek 6 különböző kis fiút, és akkor a kövérnek engem választottak. És akkor láthattam Őze Lajost, amikor nagyon beteg volt, de láttam egy óriási színészt, hogy ül a takarásba, és engem megbabonázott. Ott ül egy beteg emberre, megkiáll a színpadra, és azt mondja, Lina, Isten hozott Lina, és égtek a szemei, és olyan erő, és akkor láttam Törőcsik tanárnőt is akkor dolgozni. Tanárnő? Mert tanított titeket. Igen, Törőcsik. Mennyi idős voltál te akkor, amikor láttad Őzét és Törőcsiket színpadon? 11. Akkor már föl tudja fogni érdeme szerint. Csodálatos volt. Ez egy olyan, na látod, ez is, ennek így kellett alakulni. El kellett költöznünk, ahol elköltöztünk, az a Király utca. A Király utcából egyértelmű volt, én a Gorki Fasori suliba kell járnom, mert az a körzetes iskolám. Oda bekerültem, egy nagyon jó iskola, oda jöttek ki a színházból, ott választottak ki, ott lett az osztálytársam, papája kírta a szomszédokat. Tehát, hogy annyira szépen alakulnak a dolgaim. Az biztos, hogy aminek meg kell történni, az meg fog történni. És hinni kell a megérzéseknek, hinni kell. Veled még mi fog történni, szerintem? Velem? Én nagyon jót érzek. Jót? Nagyon jót érzek. Képzeld, nagyon jót érzek. Főleg, amikor jó kedvem van, most pedig jó kedvem van. És még nagyon jó dolgok, még nagyon jókat fogok tudni adni, azt érzem. És ezek nem nagy szavak, hanem az, hogy olyan jó érzés a fenébe, és most is, amikor leállítottak az utcán, hogy láttak a színházban, akkor fesztiválokra járunk, ott leállítanak, mondjuk még mindig látják a Bújékot, és hogy ez nagyon jó érzés, és hogy mennyire klassz, akkor ott ugrált egy srác, megmutatta, hogy na így ugráltál, és ez tök jó. Még a szemed is egy kicsit bepárásodott most, hogy ezt említed. Igen. Meg tudsz ilyen hatódni, ha oda megy valaki hozzád? Meg? Hogyne? És én ilyen voltam gyerekkoromban is. Én mindig mosolyogtam. És nagyon sokáig mondták, hogy mit mosolyogsz, jaj, mi a fenét mosolyogsz, minek örülsz, és én örültem. Emlékszem pillanatokra, amikor már nem szegények voltunk, de anyukám elment dolgozni, és akkor kint a téren játszottam a gyerekekkel. És emlékszem egy pillanatra, amikor egy ilyen ültem a hinta korlát tövében, tehát úgy, hogy pont aki hintázott, az nem ért el a lábával, előttem volt párizsi zsömle, meg talán valamilyen kóla, és ettem, és a barátaim hintáztak.
és emlékszem arra a boldogságra. Jó, barátai mintáznak, de jó nekik, én megeszem, tök jól érzem magam, hogy ez jó, hogy ez bennem volt, és nagyon sokáig elfelejtettem például ezt a képességemet, hogy tudok örülni, hogyha valakinek jó. Ha veled valami jó történik, az velem is megtörténik. Ez ritka, amikor az ember nyílt szívűen tud őszintén örülni a másik sikerének. De én tényleg örülök neki. És persze, amikor valaki ér valami szakmai, akkor azt mondom, de kár, hogy nem velem történik, de jó lenne, velem is megtörténne. És most már ezekből teljesen alakítom át, hogy neki jó, hát ez nagyon jó, hát mi valahogy, akkor ez nekem is jó, mert ő most örül. És attól, hogy örül, ez most nekem is nagyon jó. De jó. Irillésre miért? Képzeld. Válasz kérlek egy másik kifejezést. Ja, sokat dumálok. Ne viccelj, ámulattal hallgatom. Oké, na nézzük. Akkor azt mondom, hogy magamat kigúnyolom. A magamat kigúnyolom az egyik idézetedre utal, nagyon szellemes. Azt mondtad, hogy hála Istennek, a Jóisten nagyon sok olyan szép és kedves nőt teremtett, akinek nincs jó ízlése. Igen, de... ezzel nem őket akarom megbántani, de hogy mondjam neked, nem vagyok egy férfi szépség. Azért most ezen most ne kezdjük vitázni. Nem. De az a jó, és erre szoktam mondani, hogy azért van szerencsénk, mert nagyon sok olyan hölgyet kap a világ, akiknek pont olyan ízlése van, inkább így finomítanék, akiknek mondjuk ez a típusú, ez a kicsit furcsa fejű, kövér férfi tetszik, és hál' Istennek, hogy nem úgy van, azért igazságos ez az egész, mert hogy ők mondjuk nagyon szépek. Nekem minden kedvesem nagyon szép volt. És nem csak én láttam őket szépnek, hanem tényleg szépek. Egyszer mi találkoztunk, ugye, igen, szerintem egy vásárlás során, igen, a kedveseddel tényleg nagyon dekoratív, hogy emlékeim szerint, ugye ez megmaradt bennem. Igen, igen, és nagyon jó szívűek. Jó szívűek? Az nagyon fontos. Nagyon. Tehát én biztos, hogy valahogy így is választottam. De ez dumával, sármal kompenzálandó? Hát ez, amit mondtam, hogy tudod, hogy nekem mindig azt, nekem mindig kellett használni a humoromat. Tehát mindig, nekem jó is megnevettetni a hölgyet, akivel vagyok. Tegnap is például tanultam szöveget, és nagyon este tanulok. És akkor tudom, hogy szereti a kedvesem, van az egyik kedvenc szerepemből, van egy ilyen Napóleon sapka. És azt így fölveszem magam, és azon mindig nevet. És akkor egyszer látom, hogy így ücsörög, és most egy picit megnevetett. És akkor fölvettem, és akkor úgy elkezdtem neki a tragédia szöveget olvasni, és úgy nevetett, mint egy gyerek. És akkor így ilyeneket. Tehát vagy a humort azt mindig használtam, mindig dolgoztam abból. És ez nagyon fontos a lányoknál, a humor. Hát Marilyn Monroe mondta azt, hogy ha meg tudsz nevettetni egy nőt, bármire rá tudod venni. Igen. Szerencsére, hogy nem találkoztunk. Viccelek. Mostani párod most már jó ideje társad, igen, ugye? Több mint négy éve, igen. Pandémia előtt jöttünk össze. És nagyon sokat emlegetted őt a Covid időszak alatt, hogy ő volt a kvázi tartószlopod. Igen, nagyon segített. Azt mondod, hogy kvázi terápiával ér fel az ő jelenléte. A lénye, ahogy ő van, és hogy jó. És elég az, ha valaki jó. Tehát a terápiát megkaptam máshonnan. Az is milyen mák volt. Képzeld el, hogy én a Csenus doktor úrnál improvizáltam egy műsorba, és ez pont az a Covid alatt volt, és nem voltam túl jó paszban. És ezt ő rögtön kikapta. És olyan kultúráltan rávezetett, hogyha van kedvem beszélgetni velem, meg hogy rögtön kaptam rá, mentem ki hozzá Noszfajra. És eltöltöttünk egy olyan jó napot, egy csomót írkáltam a füzetembe meg, hogy mit kell. És nagyjából ugyanaz ennek a két embernek a segítség, amit kaptam Csenus doktor úrtól, és amit mondjuk kaptam Fülöp Sándortól, hogy ezek nagyon hasonlítanak. Tehát biztos, hogy valahol ott van az én keresnivalóm. Csernus is azt mondja, hogy szívből kell élni. És ez nagyon jó. Na, hogy például ez is akkor ilyen volt, hogy akkor ez engem nagyon segített, mert amikor ránk tört ez a Covid, és egyszerűen emlékszem a napra, mi készültünk a császár bemutatójára, és akkor rá pár nap bemutattuk, és rá pár napra
kitört a... Néztem a híradóba, és ugye érzéketlen és figyelmetlen voltam, van valami vírus a világban, jó, jó, nem az a lényeg, hogy jó legyen a bemutató. És aztán nem, ez egy sokkal nagyobb probléma. És akkor ott akkor olyan volt, mint úgy szoktam mondani, mint amikor tényleg lefut az égszí, hogy pörögtem, és ott most miért, minden este játszom, most mi a fene lesz. Nem is tudtál magaddal mit kezdeni? Nem nagyon. Biztos, hogy ez egy figyelmeztetés volt a nem vagy világnak. Nem voltál te munkamániás? Dehogy nem, meg ezt mondom is, meg ezt mondtam is, dehogy nem. De ez inkább azzal, most már igyekszem ezt sem mondani, de ez nagyon szép. Inkább azt mondom, hogy pont a hivatásom, a hobbim. Igen, csak nem bulvárba szeretnénk átmenni, de az első házasságod, a te elmondásod szerint azért jó részt a munkamániádra ment. Biztos vagyok benne, persze. És az élet, hogy nem voltam ott, nagyon sok volna. Olyan helyzetben nem voltam ott, amikor ott kellett volna lennem. És az nem baj? De nagyon nagy baj. Ha most lenne még egy pici babám, ezt aztán nem követném el. Tudnál hátra lépni a katonával annyira, hogy... Mert nem úgy tudnék, hanem... ők ebbe segítenének is. Hát abban nem, mert rengeteget játszom, hál' Istennek, de most is egy kollégának született egy kisgyermeke, és azt kérte, hogy fél évig ne minden további nélkül ki lett adva a próbák alól fél évig. Ez nálunk, ez nagyon, a katonában ez nem kérdés. Még én akkor is, ha nehéz megoldani, de akkor is megoldják. Tehát ettől egy picit se félnék. Én inkább az ego oldaláról közelíteném meg, mindent hogy onnan minden kell. Onnan. A legnagyobb probléma. Márai mondja azt, ő is ezt mondja? Abszolút minden mögött az ego parázslik. És ez teljesen így van, egyre inkább. Láttam rájön. Egy képet, ahol egy emberke egy nehéz szekeret cipel, és hátra csuklik a feje, és a szekéren az ő feje van, egy hatalmas fej. Tehát úgy gondolom, így van, hátra csuklik a feje, viszi, és így a saját szekerén az ő feje van. Minden onnan indul ki. A hála, az ego halála. Ez a legjobb mondat, és ez igen. Tényleg így van. Hálásak vagyunk. Tudod csavargatni az egót ma már? Lefelé? Inkább... Igen, de ugyanakkor meg színész vagyok, de nekem nagyon fontos, hogy azért legyen egóm, hiszen ha most gondold el, hogy mondjuk én most hirtelen elkezdenék egy normális ember életét, én akkor nem mennék ki a színpad, de hogy én nagyon szeretek játszani. Pont, hogy nagyon szeretem mutogatni magam, akár hogyha így mondjuk, akkor, de hogy nem, tehát ha próbálok, akkor abszolút úgy próbálok. De megpróbálom azt, hogy délután vagy, ahogy most például beszélgettünk, hogy ezeket tudj elpakolni. Mert ez nagyon-nagyon veszélyes dolog. Ez az ego tudsz megszűnne, akkor nagyon sok sérelem. Gyakorlatilag minden. A szégyenérzet, az ego, tehát ezek, hogy attól a félelem, hogy én megszégyenülök. És én szerintem, ha ezek nem lennének bennünk, akkor nem lenne ez a sokacsarkodás például, hogyha elfogadnánk, elfogadás, hogy elfogadni, hogy igen, ő olyan, ő abban hisz, ő abban a színházban hisz, ő abban hisz, de ő attól, ő egy, miért akarna rossz színházat csinálni? Neked nem tetszik, oké, neki tetszik, oké. Nem ért, én gyerekkoromban ezt olyan természetesnek vettem, én egy olyan iskolába jártam, Gorki Fasor, az egyik srác, de tényleg így volt, egy roma srác volt, a másik kipás srác volt, nem viccelek, a harmadik kínai, akkor jöttek be a kínai árusok tömkelege, nagyon sok kínai kis gyerek járt, és együtt fociztunk. Figyelj, senkit nem érdekelt, hogy ki honnan jön. Egy dolog számított, hogy ki, hogy focizik. És növünk föl, fölnősz, és elkezdő, ő most évekig, hogy bennem a nagypapám révén van roma. Bennem már egy negyed roma van, de ezt évekig ezt nem is szabad, mert akkor akarom. Ezek nem voltak kérdések, mert nem ez számított, az számított, hogy te hogy focizol, hogy milyen jó-e veled barátkozni. És ha belegondolsz, nem ez a lényeg. Dehogy nem. Nem ez, milyen egyszerű lenne. Úgy szeretném összefogni ezt a sok acsarkodó, akár a mi szakmánkból embereket, oldalakat, hogy azt mondani, hogy figyelj már, hát hagyd már, ő is szeretne dolgozni, ő is, találjuk ki, legyünk együtt, csináljuk.
Te azt mondtad, hogy nincs is olyan kollégád, akit te utálsz. Nincs. Mert az utálat az, hogy utálat nincs. Hát mondjuk, hogy rosszat tett ellened, nemtelenül járt el. Olyan, hát olyan van. De figyelj, ahogy kimondod, hogy jaj, csak nehogy bolondnak gondoljanak, de majd vigyázol rám, hogy ahogy meg tudod köszönni. Velem most történt egy ilyen a hetekben, hogy valaki úgy érzem, hogy rosszat tett nekem. Szakmailag? Igen. Hát nem úgy szakmailag, egyszerűen egy rossz helyzetbe hozott. És akkor azt tanulom, mert ez gyakorolni kell, hogy meg kell köszönni. Köszönöm. Ha meg tudod köszönni, például ilyen történik, akkor már próbáld ki. Értéged egy rossz. Isten ments, hogy valaki, de nem. Nem a szélsőséges tragédiákról beszélünk. Így van. Bosszúságokról. Így van. Mondasz, hogy köszönöm. Köszönöm. Ennek most valamelyik. És figyeld meg, hogy már kifogtad a nagy részét a bosszúságaidnak. Mi az, amit tudsz még változtatni, meg tudod oldani, nem tudod megoldani. És ezek gyakorlati dolgok. De miért jó az, ha történik velünk egy ilyen bosszúság? Mert valamit megtanulsz rajta. Mert nekem például meg kell tanulnom, és azért kapom, és még két héttel ezelőtt is azért kaptam, mert nem tudom elengedni, nem tudom azt megszokni, hogy nekem ne legyen veszteségérzésem attól, ha elmarad valamilyen előadásom, vagy most nem játszhatok, vagy nem, érted? És addig kapod, amíg őszintén nem éled meg azt, hogy elhidd azt, hogy ha most ez van, akkor ez van. Ez most azért történt, mert ennek meg kell azt tanulnod, hogy igenis, Ferkó, van ilyen, hogy nem úgy van, ahogy te elképzelted. Itt szoktad magadnak mondani? Igen, ferkózom magam. Ferkózod magad? Igen, remélem, hogy nem. Mindegy, tehát bolondnak tartanak a kocsisban. De hogy igen, ennek most így kell történnie. És aki abban másikban benne van, és valami rosszat tett nekem, az nem azért tette, mert nekem akart rosszat. Ő a saját életében forgolódik, érted? Szóval mindegyikünk a saját maga szörnyűségében pakolódik. Tudom, és én most a legrosszabb embereket is ilyen szempontból meg tudom védeni. Azért nem menjünk bele, mert akkor aztán végképp kapom azt, hogy érted? De ha rájönnének arra, hogy miért nem hagyod? Mitől lesz neked, hogy kritikát fogalmaznak meg veled kapcsolatban? Hogy te most azt csinálod, hogy hát fogadd el, és nézd bele. Hát igen, de csinálok mellette jót is. Nem? Nézzük meg, te mit csinálsz? Te hogy csinálod? Fú, de jó. Én még soha nem találkoztam forgatáson olyan kollégával, akivel ne tudtam volna jót beszélgetni. De ez a te érdemed, nem? A jó természetednek de köszönhető. Szerintem oké, de a másik érdeme is, mert akkor nem állna velem szóba. Munkáról beszélünk, színházról beszélünk, gyerekekről beszélünk. Attól, hogy ő másban hisz, vagy másik egymás ellen fordított oldalakban, érted, nem tudnak emberek beszélgetni. Téged ez nagyon foglalkoztat. Engem ez nagyon foglalkoztat, mert nem értem, ahogy mi gyerekkorunkban együtt tudtunk focizni, és az egyetlen egy mérce volt, hogy jó bandázni azzal a csávóval, meg kislánya, vagy nem jó bandázni, akkor most ezt miért nem lehet csinálni? Hogy... Figyelj, miért nem? Hogy miért nem az a lényeg, hogy igen, ő olyan színházat csinál, mert olyat csinál, és akkor nem kell megfojtani. Ő olyat csinál, tök jó. Én meg ebbe hiszek, tök jó. De és ez nem egy ilyen, esküszöm, olyan könnyebbség, ha ezt így fogod föl, olyan könnyebbség, de ezt gyakorolni kell. Mert kimész meg, és vezetek. Valaki csinál valami hülyes, akkor rögtön, csak belemondasz. Nem akart rosszat. Hát hányszor szorulok be egy kereszteződésbe. Nem akartam rosszat, míg át akartam jutni. Ezáltal megszivatom a velem szembe ülő autóst, aki, érted? De hát ebből mindig bele kell gondolni. Most én csináltam hülyeséget, aztán ő. Érted? Abszolút értem. És irigyellek ezért a nagy valósági, vagy nagy lelkűség. De ott van a kezünkben. Na válasszunk kérlek egy másik. Most már lehet az összesedemmel választottam az. Igen, hadd nézek fel rád. A hadd nézek fel rád a te apaképedről szólt volna, és a Zsámbéki, és mondjuk Weber Péter, jól sejtem? Weber Péter, hogyne. Aki ugye fölkészített téged a főiskolára. Igen, ő volt még a Zsámbéki előtt pont. Zsámbéki, ez a sablonos a kérdés, de mitől hatott rád ennyire elementárisan? Alig van olyan interjú, hogy Zsámbékit kihagyni. Hát ő az én szakmai apukám, eszembe nincs kihagyni. Dehogy hagyom ki. Ugyan már, figyelj.
olyan nagy vonalú volt velem. Figyelj, elmentem például, kaptam egy, hát ez akkor ugye egy reklám kampányban egy főszerepet. És én nagyon sokáig forgolódtam, most ezt csinálhatom, nem csinálhatom. És kértem tőle egy időpontot, fogadott, és elmondtam neki, hogy ez nekem a fél lakásom. Semmi olyan szándékom, egyszerűen ez csak arról szól, hogy én nekem ez most nagyon lendítene rajta. Megyed, de ha ez azzal jár, hogy én a színházamban, és azt mondta, hogy nem, nem fog. És azért örülök, hogy ezt elmondom, mert nagyon, ugye ő nagyon sokszor mondják, hogy mi történt egy kollégámmal régen, de azért e között eltelt jó pár év. Már mire mondta, hogy nem fog? Hogy nem lesz problémám. Nem lesz probléma, tehát engedett ebbe a reklámba. Engedett, és mondta, hogy megremegett a lábam, ez annyi pénz, azt mondta, hogy neki is megremegett volna. Ez nagyon emberi volt, és nem lettem ignorálva semmibe. Persze, nagyon sokszor mondta, hogy az a hülyeségben miért veszel részt, vagy mondott ilyet. Melyikre mondta? Na, most nem képzelhető, hogy fogom mondani, de nem, ez nem mostanában volt. Nem mostanában. És nem is a két sorozatról beszélek, tehát nem is a munkaügyek meg, hanem volt egy-egy. Ennyi, de mindig inkább a féltés volt benne, hogy nehogy beszippancson valami olyan, ami. Úgyhogy... Ilyen veszély nem volt? Olyan kiképzést kaptál? Igen. Ott az egyetemen, meg ugye a katonásokon azt látom, hogy nagyon elhűen és konokmódon ezt a művészi koordinátorrendszer tartjátok. De csak magad miatt. Figyelj, de közben meg én nem tudom, én ugye már nagyon rég nem csináltam így, mert most már nagyon, már nem is fizetik meg. De én tudom, hogy egy csomó kollégám azért megy, mert effektíven nincs pénzük. Hát hogy mondhatnám én azt, hogy te nem menj el egy ilyen műsor, vagy olyan műsor, vagy nem menj el egy reklámba, mert hogy mond, érted, hogy én nem, én egy emberé vagyok felelős, az én vagy. Te ma, ha mész a katonába, még mindig dobban egy nagyot a szíved? Van egy olyan, hogy... Sokszor vele gondolok, képzeld, próbálok, és nézem a kollégáimat, és azt mondom, hogy úristen, de jó. Ma például volt egy ilyen. Kit láttál? Ez elmondható, ez most pozitív. Ma például ott vannak a fiatalok, mert a Pálmai Anna, és ott vannak a még fiatalabbak, akik most jöttek oda hozzánk, Bencék, és azt mondom, hogy de jó őket nézni, de jó. A háttérben a Bodnár Erika meg az Újlaki Dini ülnek, és néha bele kell szólniuk, bemondják, és fölöltöznek próbaruhába. Figyelj, ez nagyon jó érzés. Azt mondani, vagy amikor mondjuk, hogy ne csak a színházamból, Ötvös Andrissal improvizálunk ebben az esben, és akkor nézem, ahogy ott van, és dolgozik, és ahogy én ott például csodálom, és akkor tudod az, hogy hát de jó, hogy ezzel foglalkozom, ezt csinálom, még pénzt is kapok érte, szuper. És azt tudod azt, hogy olyan jó lenne, ha ez valahogy így, valahogy ez így maradna, és fontos lenne a kultúra. Te azt mondod, hogy azt se bánnád, ha a katonából mennél nyugdíjba? Nem, miért bánnám? De elég bánnám. Egy élet során egy anyaszín. Csak tudod, én nem hiszem, én most erre az életemre emlékszem, és én ebben az életemben vagyok egy nagyon jó színháznak a tagja, és nagyon jó rendezőkkel. Azt érzem, hogy nekem itt a helyem. Nem tudom, mi fog történni. Én csak merem remélni, hogy ez a színház megmarad, és nem lesz soha baja. Én nagyon-nagyon-nagyon hiszek benne, hogy nem lesz bajunk. De én innen szeretnék nyugdíjba menni, hát hogy ne. Csak ismerjen föl, amikor azt, hogy már Ferkó, már nem bírsz annyit. Nem. És Ferkó föl fogja ismerni? Hát most egyelőre elképzelhetetlennek tartom, hogy majd megismerni azt, hogy már nem tudsz ennyit tanulni, értsd meg. És akkor kapjam azt a bölcsességet, hogy nyugi, most már bemész egy két mondatos szerepre, de az egy fontos szerep, de pici, boldog leszel, mert szeretnek, és akkor tök jó leszel. A Mészáros Márta mondta, hogy a férje Jan Novicki, volt valami este, és akkor jön ki a színházból, és ott várják a rajongók, és hogy ő idősebb, és mennyire örül neki, és hogy tehát valami ilyesmi tök jó lenne. Ezt várod? Hát ezt nem, azt az időt. Előtt. Igen, az, hogy szeressem, hogy engem is szeressenek, én is tudjak szeretni, és addig tudjam csinálni, amíg nem idegesítem a kollégáimat, meg a nézőket. Hát mert ugye azt mondtad, hogy érzette, az Ferkó érzi, hogy nagyon jó dolgok várnak rá. Nagyon. Valahogy van egy ilyen érzésem, igen. Én azt kívánom, hogy legyen belőle minél több, és úgy, ahogy te szeretnél. Köszönöm, nagyon jó beszélgetés volt.